Sziasztok, Kadétok, az én nevem Streki, és a mai napon kipróbáljuk a Need for Speed Payback-et, tehát a legújabb Need for Speed játékot. Van egy ilyen 10 órás trial version originen, köszönöm Pisti. Ki tudjuk próbálni, hogy mit tud a játék. Nem várok túl sokat tőle, de azért megnézzük. Már úgy újságnak néha, mint egy játékkritikus, hogy mindent lehúzok és nem élvezem azokat. De basszus, nem fogom azt mondani valamire, hogy jó, hogyha szar, ezt nézzétek el nekem. Na, szóval, menü, és kaphatunk is egy ilyen kampányprológot, tehát így az egyszemélyes módnak az előszót, kipróbáljuk ezt az előszó részét. A zene jó. Az autók nem. Miért kezd az offroad vonalat behozni? Elég igényesen néz ki amúgy. Tyler Morgan. Ki van szívva nyaka? Ó, ez már in-game. Ez egy Nissan Skyline. De jól néz ki a Verna. Hát én már én nyomom egy rossz. Hát az irányítás az megint pokolian... Ja, most kellett volna étrot nyomni, jó. Megint pokolian arcade feelingű. Na mindegy. Jó, csak elfogadom, hogy ez megtörténik, jó? Tudjátok, mire hasonlít ez pokolian? A Crew-ra. De valami ijesztően. Wow. Nem menő amúgy. Jessica Miller. Kell egy srác, egy nő, meg egy nége. All day, all night. Ez egy bömci? Egy bömci. Lássuk, mit tud a bömci. Jaj, hányok ettől megint, ettől a mágnes kéziféktől, geci. Ettől. Hát nem ilyen a kézifék, emberek. Geci, mikor tanuljuk már ezt meg? Nem így néz ki. Nem ez történik, hogyha 200-nál kézit húzol. Mindegy, nem kötekszek már, baszki. Ez csak egy játék, de akkor is. Miért nem lehet jóra megcsinálni ezt a rohadt irányítást, hogy nem kell, hogy szimulátor legyen, mielőtt nekem ugrik bárki is. Csak ne legyen olyan, mint egy ilyen Lego. De szép az a Skyline, amúgy még 100 éves, és meg mindig jól néz ki. Ja. Hogy ez? Wow! Ez egy korvett? Szinte fogadni mertem volna, hogy néger csaj lesz. Ez dumb, Morgan. You'll be driving the prize. You and your crew better pull this off. Kicsi válba kúrja nőt. Well played. Annyira hiányoznak a régi tuning verdák, basszus. Rav. Vagy Rev. You built this all yourself? Given enough time and attention, an artist can turn any pile of scrap into a supercar. Mm-hmm. Okay, guys. You know what we do now. Party? Practice. Let's roll. Nem néz ki rosszul amúgy a játék. Összességében nem mondanám csúnyának. Úgy néz ki, mint a Crew. Az meg 10 éves. Ja. Jól fut. Tehát a fizika egész jól néz ki, tehát elég szépen fut a játék. Hát én a sebességérzet eléggé. Uha! Várják, közben keresem, hogy hogy lehet nézetet váltani amúgy.
Nem ezzel. Fotomont. Nem lehet vele nézőt váltani. Ez térké. Hoppá. Akkor ilyen borzasztó az irányítása. Nem nehéz, hanem szar. Tehát ezek a derékszögű mozgások. Jó, hogy itt le lehet vágni. Erre tanít a játék, hogy egy autóversenyben vágd le a kanyart. Vágom. De rezeg az egész kontrollerbe, az meg hányok. Semmit nem látok. Go to hell, bitch. Lenyom a nyitott, és kimegy a segge a kanyarba. De jól néz ki a háttér, takarodjál! Ez kurva szép. Már úgy nyomom, bazd meg a jobb kettőt, hogy itt beszakad a kontroller. Na jó, nem Ati. Nem az enyém a kontroller. Jól néz ki! Mission fail. Mi történt? Nem vagyok elég gyors? Is this the problemito? Kurva jók a zenék amúgy. És így eltűnnek az autók. Gecs és ilyen Knight Rider. Húzzam az anyádba! És ilyen sinen húzzák az autót, baznek. Figyelj, hogy akármit csinál, így beveszi a kanyar gyakorlatilag 200 ezerre. Annyira a fiatalok a célközönség ennek a játéknak amúgy. És azok, akik nem szeretnek úgy igazán vezetni, csak menjünk gyorsan, mert az menő. Én úgy akarok gyorsan menni, hogy nekem munkát kelljen belerakni. Így belém én, és meg akar ölni. Geci, nem látványos, az tuti. De takarodjál már!
Lejön a nitrót, és így távolodnak, Geci. Hát de hogy menjek velük? Hát nézd már az egyenesbe, baszki. Most ez jó? Ez jó. Nem tudom, mit csináltam másodtalán, mint hogyha kiadtam volna egy checkpointot az első alkalommal. Tudjátok, milyen érzés van az embernek? És ez nem jó. Mint hogyha egy halálos iramban játékkal játszana, és az borzasztó. A film is az. Én egy Underground 3-at akarok, gyerekek, egyedül vagyok. És a 2015-ös az nem olyan. Nem adja vissza ezt az érzést, nem találták el. Így ezzel itt a... Na mindegy. Oh. Kérem. Ezzel megyünk! Oh. Ott egy Lambo elől. Azt kérem, inkább a Lambot, Lambot, Lambot. Markus Weir. Milyen? What kind of auto is this? Ott egy Subaru. Prototype. Yeah, I can. Those electric motors and twin turbo V8 will give you a combined 1500 horsepower. Yeah, I can handle. 1500 ló, az kemény azért. Megrángatom, mint a kurva élet. Second place doesn't get me, Jack. Got it? You seem like a hot hand. Hogy menjük mögötti? Azt a Lambót akarom. Mehetek? Jól néz ki? Azt a kóra, de Königszig? Az hát. És Nitro egy Königszigbe. Aj, kezdődnek ezek az ugratások, bazd meg. Gec, és így mindenhol így kis fék és padló, ez annyira undorító. Megnyertük? Mi? Mi történik? Úristen, Geci, én ezt nem bírom. Én kialt F4-elek ebből. Atya úristen, ez túl kínos volt, hogy igaz legyen. És így tölt be a pálya. Hú, ez így egyszerre sok nekem egy kicsit a baromságból. Itt droppol, mert tölt a pálya. Látom, hogy tölt a textúra, vágod? Figyeld! Ott tölti be az épület textúrát, és így belaggul a játék. Nem én vagyok. Gert ezek a cutscene-ek? Vezetés közben másodpercenként. Got them on the hook.
Bitch! Mi történik? Geci, ne! Nem bírom! Atya úristen, mint valami nagyon rossz zséfilmben. Gyerekek, ezt miért? Hú, komolyan mondom, én ezt nem bírom. Úristen, geci. What's going on? I'm on my way. Karcolás sincs az autón. Nem az, hogy darabokra szakadt volna az első ilyen ugrat. Már ahogy fölmegy a kamion rámpára, rommá szakadt volna. Na hát ezt nem fogom megvenni. Ti Stephen Amell. Tom Cruise szerelem gyereke. Van, rip, megölöm a faszba! Hogy inkább megadom magam, mert hogy annyira kínos ez a játék. Jó, van erő benne amúgy. És így pattog, geci, ilyen gumilab. Ezek a droppok az ilyen új pályarészeknél, ez remélem csak egyszer történik meg. És itt szétdroppol a játék, vágod? Ilyen indokolatlan helyen. Megvan? Ez kurva jó. So you pull up next to a real sweet ride. How fast can it hit 100? I tell you. Már ez is több volt amúgy, mint amit kellett volna ezzel a játék, úgy de szép amúgy. Már ez is több volt, mint amit kellett volna ezzel a játékkal játszanom, én úgy érzem. De szép az a verdet, hogy Aston Martin. Wow.
Wow! És minden autóban nitró van, geci. Ez egy új DB10-es, vagy milyen azt van ez? Jó, nem tudok vezetni. That's what I need, guys. Bejön, geci, vezetés közben, szembeforgom nála egy üzenet. Nem erre! Kis kézi, fadlok. Állóra fékez kézivel. GG. Borzasztóan primitív amúgy benne a vezetés. Nem élvezhető. Elkoztam a szarodat, ne idegeskedjél! Az meg egy Salin? Nem tudom. Jól néz ki. Jó, srácok, ez volt a halálos iramban payback. A zenék nagyon jók amúgy. Ezt kapom meg. Ez volt a halálos iramban payback, srácok. Összevetően azt mondom, hogy nem jó. Nem is néz ki túl jól, és mégis indokolatlanul sokat droppol a játék akkor, amikor tehát a pályát tölti be. Nagyon rossz ez a, tehát ez a renderelési módja a játéknak, borzasztóan primitív. Tehát pont akciójelenetek közben kezd el betölteni a szembe lévő tájat neked. Inkább legyen egy kicsit hosszabb loading screen, de legyen betölt, ez nagyon rosszul van megoldva.
Az érintés borzasztóan primitív, tehát nagyon, nagyon bugy után hatnak, de ez már az összes Need for Speed-re jellemző, tehát ez a kanyarba kézit húzol, derékszög, beáll nitróval ki a kanyar, ez borzasztó. Nem néz ki egyébként vészesen rosszul, de nem sokkal szebb, mint mondjuk a Crew volt annó, tehát nem mondanám azt, hogy mérföldeket ver rá. Annak, aki szerette az előzőket, biztos ez is tetszeni fog. Én gyűlölöm, tehát én nekem ez se tetszik. Én utoljára esküszöm, hogy az Underground 2 volt, amit nagyon élveztem. Nekem ez nem annyira jön át. De srácok, azért remélem, hogy a videó tetszett nektek. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot. Hogyha van véleményetek a játékról, akkor pedig írjátok le a komment szekcióba, és hogyha pedig támogatnátok engem, hogy legyenek még hasonló sós videók, mint ez volt, akkor pedig iratkozzatok fel a Streki csatornára. Karétok, legközelebb találkozunk, én Streki voltam, és ne feledjétek. Pacsi, sziasztok!